akkor ide beállítjuk. Gyere! Mit csinál? Gyere! Elhagyta a pályát. Ó! És a labda utána is. Küldtem a labdát. De rendi van. Sziasztok! Eljött az idő, hogy megnézzük, melyik volt a 10 legjobb egyperces pálya, legalábbis szerintem. Azt már az elején szeretném leszögezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy összesen 10 pálya tetszett, több ötletes is volt, de az összes közül ez volt a 10, ami szerintem a legjobban sikerült. Hogy mi lesz a dolog jövője, azt még nem tudom, nem ígérem meg, hogy lesz második évad. Sok olyan visszajelzést kaptam, hogy nem lenne jó ötlet, úgyhogy a közeljövőben biztosan nem lesz. Egyébként meg, hogyha tényleg sokan, hogyha tömegével jönnek a kérések, hogy legyen még, akkor miért ne? Én nagyon élveztem a dolgot, és hogyha sokan érdekesnek tartják, akkor miért ne? Azt tudom elképzelni, hogy esetleg valami más kihívás, eredetileg így is terveztem a dolgot, hogy valami más megkötés. Tehát most az idő volt, akkor legközelebb, mint én kitalok egy karaktert, akinek szerepelnie kell, vagy egy tárgyat, vagy egy helyzetet, vagy egy mit tudom én, micsodát. Szóval... De aztán nem lett semmi a dologból, meg most örülök, hogyha a darálóban meg a pályákkal haladok, úgyhogy a közeljövőben nem kezdem el, de egyébként az elképzelhető, hogy néha jön egy ilyen agyrohamom, és kitalálom, hogy egy hétig küldjetek ilyen és ilyen pályákat, aztán majd egy videóban megnézzük, de hogy sorozatot biztos nem fog belőle csinálni. Jó, akkor lássuk a listát. Most érték szerint csökkenő sorrendbe fogok haladni. Múltkor a fordított ABC sorrend sok embert megzavart. Azt hitte, hogy a 2-es és a 3-as föl van cserélve. Nem baj, számítottam rá, de most biztosan megyünk. Slaki vagy a Slaki, még mindig nem tudom, hogy kell kiejteni, egy perc és nyers című pályája. Ez volt az, amikor Stevie bácsi hónajába kellett mászkálni. Hát egyszerűen... Hát csöpögő plafontól, meg falaktól, meg az embernek is felfordul a gyomra, tehát nagyon jól eltalált, nagyon kreatív. Warrior King, Warrior Run című pályája. Bár én ezt inkább minigame-nek sorolnám, mint kalandpályának, de ha már bemutattam a sorozatban, és egyébként is szerintem ötletes, akkor itt a helye a listán. Ez volt az a pálya, amikor egy akadálypályán kellett végigszaladni időre, és a különböző színű blokkok különböző hatása voltak ránk, ugráseffekt, gyorsítás vagy vakítás. Az elején azért vicces, mert az ember még nem ismeri a blokkokat, úgyhogy óvatosan próbálja ki őket egyesével és próbálja megjegyezni. Utána meg ugye ott az ügyesség része, hogy már tudja mi hol van és próbál időben beérni. Ezt egy fokkal jobban el tudnám képzelni, mint egy ilyen versenypálya, tehát több játékosban, és akkor egymás ellen mennek. De egyébként nagyon ötletes. AFK Pro és Rocksrác közös pályája a recept. Itt egy kis helyre voltam bezárva, és egy receptet kellett követni. Főzni kellett egyet. Hát ha így nézzük, igazából nem nagy durranás, viszont pont ezért tetszik emiatt a szerénység miatt. Tehát pont egy percesnek való. És az építés is teljesen jó. Ez az egyik olyan pálya, hogyha valaki megkérdezni tőlem, hogy mi az az egyperces kalandpálya, ezt küldeném el neki. Drumix Minecraft Horror című pályája, ez volt az egyetlen horror egyperces. Hát igazából a pályán nem sok történt, tehát mászkáltam a sötét folyosókon. Az effektek és a hangulat miatt tetszett nagyon. A kedvenc effektem az volt, amikor bementem egy ilyen, nem is tudom, kis szobába vagy terembe, és közben mögöttem megváltozott a folyosó vagy a fal. X-Falcon és X2 vagy Falcon, nem tudom, egy ugrás című pályája. Ez volt az a pálya, ahol hát tényleg csak egyet kellett volna ugrani, de azt a szakadékot olyan nagyra építette meg, hogy hát, hogy ne lehessen átugrani. Az embert, illetve esetünkben engem, viszont ugye nagyon érdekel, hogy mi van vajon a túloldalon, úgyhogy átvált kreatívan. Aztán ugye kapja a leszólást, hogy tökéletes egy perces, tehát erre is azt mondom, hogy egy ötletes ötlet, egy rövid gag, ilyen egy perces.
Démon az elvarázsolt könyv című pályája. Ez volt az a pálya, ahol szintén összvisz egy teremben voltunk, de igazából nem is volt jelentőség annak a teremnek. Egy könyvbe kellett megadott szövegeket írni. Ez a pálya is azért tetszett, mert nem a szokásos kalandozós játékmenet van rajta, hanem valami új, valami más. Miner éhes szimulátora. Itt összvisz egy almát kellett megennem, viszont az olyan látványos volt, tehát az embernek leesik az áll, amikor látja, hogy eltűnik előtte az a hatalmas alma. Nagyon ötletes. A dobogó harmadik fokán Davida Öld meg magad című pályája, ami annyira beteg, hogy hát ez kihagyhatatlan volt. Ahogy ezt a cím is sugallja, a történet arról szól, hogy meg akarjuk magunkat ölni, és hát a módszerek közül válogatunk, hogy leugorunk egy fáról, felgyújtjuk magunkat, aztán végül a megoldás ugye az, hogy belerepüljünk a napba. Ez annyira beteg, hogy itt a helye. Az ezüstérmes Kopci Malacos történet című pályája. Bár én ezt nem igazán sorolnám egy percesnek, hiszen én úgy értettem, hogy mindennel együtt egy perces, itt pedig egy külön számláló van, de amit láthattátok, nem voltam nagyon szigorú, tehát egy kicsit kilógott, azt még elfogadtam. Csak pár pálya volt, amin úgy tényleg érződött, hogy nem figyelt az időre, tehát csak csinált egy viszonylag rövid pályát, de úgy nem foglalkozott az idővel, és sok hosszú perc elhúzódott. Szóval a Kopci pályáján egy malacbőrébe bújtam, aki meghalt és a pokolba került, pedig a mennybe kellett volna. Úgyhogy a feladat az volt, hogy a mennybe jussak. Nagyon ötletes, és a megvalósítás is nagyon látványos. És az első helyezett Blinti Poén című pályája, ezt tetszett a legjobban. Nagyon látványos, nagyon ötletes, tényleg belefér az egy percbe. Az egyetlen gondom az volt a pályával, hogy nagyon gyorsan történtek a dolgok. Ugye mondtam, hogy jobb lett volna egy ilyen tovább gombos dolog, tehát hogy megvárja, míg a játékos elolvassa a dolgot, viszont a látvány kárpoltól érte. Ugye egy ismert viccet dolgozott fel, összekötötte a skinemmel ezt az oroszlános dolgot. Nagyon jó. Ez volt az én 10 kedvenc pályám, írjátok meg nektek, mik tetszettek, nem csak ezek közül, hogyha volt olyan, ami nem volt itt a listán, de szerintetek mégis itt lett volna a helye, írjátok meg. Még egyszer köszönöm mindenkinek a pályákat, nagyon élveztem a sorozatot. A kézikönyv óvjon.